A 45 fotót felölelő tárlat a 3 éve működő helyi zöld objektív fényképész egyesület munkáiból állt össze. Az alkotások sajátossága, hogy spontán élethelyzeteket örökítenek meg. Az alanyok a legtöbb esetben nem is tudtak arról, hogy lencse végre kerültek. Érdekessége az egésznek az, hogy az emberek váratlanul vannak fényképezve, ez látható, nagyon szép fénybe vannak fogva, és azok a csöndes pihenő pillanatok legtöbbképpen azt tükrözi az embereknek a nyugalmát. A tárlat csapatmunka eredménye, mondják a fényképészek, akik már 50 éve fotóznak. A közönségnek első alkalommal mutattak be ilyen jellegű képeket. Igyekeztünk, hogy a törökbecseket fényképezzük, törökbecse arcokat, ilyen élet momentumokat. Arra vigyázzunk, hogy ne legyenek a képek beállítottak, hanem ilyen pillanatképeket csináltunk, az embereket fényképeztük sétaközben, a parkban, a munkahelyen. Az elmúlt 3 évben reneszánszát éli a fotózás törökbecsén. Mondhatni, hogy büszke vagyok arra, hogy az esztétika, a fotóesztétika igenis jelen van, és azt látom, hogy ezek az emberek igenis foglalkoznak művészettel, nem csak a fotótechnológiával. A rendezvény André Károly törökbecsei Fényírók című könyvének bemutatójával zárult, amiben az olvasók az 1870 és 2000 közötti időszakban tevékenykedő törökbecsei fényképészek életrajzát és fotóit ismerhetik meg.